Az évszázados asszály megviselte a Fejér megyei agrárgazdák földjeit is. A vízügyi igazgatóság munkatársai azonban reménykednek abban, hogy a további csapadékpótlás megoldja a problémákat. Elkövetkezik napokon belül az úgynevezett hidrológiai új év, tehát akkor, amikor az egész éves párolgás leáll, tehát tovább már nem párologató, és ilyenkor mi úgy mondjuk a vizek megújulnak, feltöltődnek az állóvizek, tározók, tavak. Visszatér a kontinentális ősz, a várható csapadék aránya eléri a középértéket. Hátradőlni nincs okunk, ugyanakkor jókor jön az áldás az őszi vetésekre. Az elmúlt időszakban, tehát egy hónapot, ha visszatekintünk a térségünkbe, egy 50 mm csapadék esett le elszórt elosztásba. Ez az elvetett növényeket, gondolok a repcére, a repcekelését nagyon elősegítette, illetve ennek hatására keltek ki az elvetett magok. Viszont volt egy korábbi időszaknak ugye a hátulütője, ami azt jelenti, hogy a repce mellett a gyomnövények, ugye az árvakelési búza és az egyéb más gyomnövény sem tudott kikelni. A leullott 20 mm-nyi csapadék megfelel az elmúlt 10 esztendő átlagának, ugyanakkor újabb terhet ró a gazdákra, hiszen várhatóan több növényvédelmi szert kell használniuk.